Képviselőtestületi ülés, összetörték a síremléket, drágább lesz idén a diósbejgli, alvó sértetteket fosztottak ki. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. december 2-án 18 óra 5 perckor. Közmeghallgatással egybekötött Soros képviselőtestületi ülésről készített felvételeink következnek. Megtartotta november havi rendesülését Karcagváros önkormányzatának képviselőtestülete a Városháza egyes számú tanácskozó termében, amely általános közmeghallgatással egybekötött ülés volt, melynek során az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek közérdekű kérdést, javaslatot tehettek fel 5 perces időkorlátozással. A napirendek megtárgyalása előtt köszöntésekre került sor. Elsőként Jónás Sándor és feleségét köszöntötte Szepesi Tibor polgármester a Karcagvárosi Önkormányzat nevében, akik 2022-ben Magyarország legszebb konyhakertje, örökös országos díjat kaptak, zárt kertes, vegyes kategóriában, mivel már 3 alkalommal is elnyerték az országos díjat a kategóriában. A napirendi pontok megtárgyalása előtt, napirend előtti felszólalások során Molnár Pál képviselő, a Városi Önkormányzat Városgondnoksága igazgatója a téli szezonra történő felkészülésről adott részletes beszámolót. Ennek megfelelően a Városgondnokság szakemberei és gépei idén is felkészültek a hóeltakarítás síkosságmentesítési munkákra. A napirend előtti felszólalások után általános közmeghallgatás vette kezdetét, majd a képviselőtestület rátért a napirendi pontok megtárgyalására. Első napirendi pontként az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 10/2019 önkormányzati rendelet módosítására tett javaslatot tárgyalta a testület, amely 7 igen, 3 nem szavazattal került elfogadásra. Ezután a közterület rendeltetéséről javaslat a közterület rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 3/2019-es önkormányzati rendelet módosítására tett javaslat került megtárgyalásra, majd elfogadásra. A javaslatot, ahogy az előző napirendi pontban foglalt javaslatot is, a megváltozott gazdasági viszonyok indokoltsága indikálta. Hasonló kép az első napirendi ponthoz szintén 7 igen, 3 nem arányban került elfogadásra. Harmadik napirendi pont a Karcagváros mezei őrszolgálatáról szóló 14/2013-as önkormányzati rendelet módosítására tett javaslat volt. A napirendi pont a mezőőri járulék emelésére irányult, amelyet a testület 7 igen, 3 tartózkodás mellett elfogadott. Negyedik napirendi pont a Karcagvárosi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének első háromnegyedévi végrehajtásáról szóló beszámoló megtárgyalása és elfogadása volt. A napirend 7 igen, 3 nem szavazattal került elfogadásra. Ezt követően a Karcagváros Önkormányzat képviselőtestülete gazdasági programjának végrehajtásáról beszámoló került megtárgyalásra, amelyet 7 igen és 3 nem arányban fogadott el a testület. Hatodik napirendi pont az egyes haszonbérbe adott termőföldek 2023. évi haszonbérleti díjának megállapítására tett javaslat. A napirendi pont 9 igen, 1 nem szavazattal elfogadásra került. Hetedik napirendi pontként a Karcagvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás célú helyiségek, valamint belterületi ingatlanok bérleti díjának emelésére tett javaslat került megtárgyalásra, melyet 6 igen és 3 nem arányban fogadott el a testület. Nyolcadik napirendi pont a karcagi polgármesteri hivatalnál történő igazgatási szünet elrendelésére tett javaslat. Magyarország kormánya a különleges jogállású szerveknél elrendelte, hogy 2022. december 22-e és 2023. január 6-a között igazgatási szünet kerüljön elrendelésre. Mivel ez a rendelet érinti a Városházán belül működő járási hivatalt is, ezért célszerű a Karcagváros önkormányzat
kormányzat polgármesteri hivatalában is alkalmazkodni a kijelölt intervallumhoz. A napirendi pont egyhangulag került elfogadásra. 9. napirendi pontként a Karcagváros belterületén a fizetős parkolási rend bevezetésére tett javaslat került alapos megtárgyalásra, majd egyértelműen és egyhangulag elutasításra. Ez egyben azt is jelenti, hogy a közösségi médiában az utóbbi időben téves információként terjedő Karcagváros területén bevezetendő parkolási díj álhír volt. A karcagvárosi önkormányzat soha nem hozott ilyen határozatot, egyedül határozati javaslatról volt szó, amelynek bevezetésére a megbeszéltek alapján nem fog sor kerülni. 10. napirendi pont a karcagi általános iskolák felvételi körzeteire, a karcagi tankerületi központ részére történő javaslat volt, amely egyhangulag került elfogadásra. Ezt követően a Karcagváros önkormányzatának a belügyminisztérium által indított járási startmunka mintaprogram projekt terveinek benyújtása érdekében kötendő megállapításról tett javaslatot tárgyalta a testület, amelyet szintén egyhangulag elfogadott. 12. napirendi pont a Karcag 45/47/2, a 45/49/6, a 45/49/7 és a 45/49/45 helyrajzi számú ingatlanoknak a Biris Éptransz Kft. Részére történő értékesítésre tett javaslat. Ezután a jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló napirend került megtárgyalásra, amely 12 jelentést és egy határozatot tartalmazott, amelyet egyhangulag fogadott el a képviselőtestület. Ezt követően a 14. 16. napirendi pontok megtárgyalása zárt ülés keretén belül zajlott. A testület munkaterv szerinti következő ülését várhatóan december 15-én, csütörtökön tartja. Ne csak a közutakon közlekedjünk óvatosan, hanem a temetőkben is. A napokban valaki rátolatott egy síremlékre, ami emiatt összetört. Ez a nő szerettének az összetört sírját mutatja. Temetői gondnoktól tudom az egészet. Ő tájékoztatott, hogy mi történt, hogy kint voltak a rendőrség, fölvették a jegyzőkönyvet, és majd a továbbiakban értesítenek, hogy mi lesz a fejlemény. Mint mondja, a napokban vette észre, hogy az oldala teljesen betört. Ezen a temetői útszakaszon sokan jönnek be gépjárművel a temetőbe, de eddig még ilyen nem történt. Az egyik ismerősöm bejött oda hozzám, és ő tájékoztatott, hogy mi történhetett a férjem sírjával. És bejöttem, megnéztem a temetőbe, és hát akkor szembesültem én is vele, hogy az egész oldal rész be van törve. Valaki betörhette autóval, vagy valami másfajta eszközzel, nem tudom. A család úgy gondolja, valaki kis teherautóval úgy tolatott, hogy a vonóhorog benyomta a sírhely oldalát. Sajnos ezt újra kell csináltatni, csak hát sajnos nem tudom, hogy, mert azért egy síremléknek az újra készítése elég kemény összegű dolog, úgyhogy nem tudom, hogy mi lesz vele. Most keresik a sofőrt is, aki betörte a síremléket. A karácsonyi sütemények egyik fő hozzávalója a méz termelői ára emelkedett, de a Beiglibe kerülő diókilója is többe kerül december elején. Több mezőgazdasági termék termelőjára emelkedett az év utolsó hónapjában. A drágulás várhatóan a fogyasztói árakat is tovább fűti majd. Elsősorban a töltelék, bár mondjuk most már nem mondhatjuk azt, hogy nem a liszt az alap, nem az, ami drága a termékben, mert most már minden drága a termékben, de elsősorban a töltelék az a vaj, a dió, a margarin, ez most már mind nagyon drága. A karácsonyi sütemények egyik fő hozzávalója, a méz termelői ára emelkedett, de a beiglibe kerülő dió kilója is többe kerül december elején. Most, mivel nekünk elég jól termett diónk, ezért próbálunk nagyon lojálisak lenni a vevőinkhez, mert többnyire azért állandó vevőink vannak, és szeretnénk ezzel kedveskedni, hogy nem a csillagos égig visszük fel az árakat, de természetesen muszáj emelni, tehát ilyen 3000 forint körül lesz az ára a valódi beiglinek. A kelt kalács azért olcsóbb, mert egyrészt abban nem kell annyi töltelék, ugyanúgy fél kilós, nagyobb, mert egy kelt kalácsról van szó, tehát nem súlyra, hanem egyáltalán térfogatra nagyobb, és a kelt kalácsot margarinnal sütjük, nem vajjal.
A mák ugyanakkor a tavalyitól valamelyest olcsóbban vásárolható meg. Karcagon már próbasütést tartottak. A múlt héten már volt egy próbasütés, úgy igazából még nem fogtunk hozzá, csak azért, hogy aki kíváncsiságból már megkóstolja, annak legyen lehetősége. Egyébként szeretjük frissen sütni. Hát jövő héten már így lassan-lassan kevesebbet sütünk, és úgy karácsony előtt igazából. A karcagiak eltérően nyilatkoztak az áremelkedésről, mint mondják, beigli nélkül nincs karácsony. Nem örülünk neki, ez természetesen igen senki se, de hát azért a családnak egy valamennyit csak vásárolunk, tehát ne szereti a család, tehát ez a hagyomány azért csak él. Én mákos meg diós minden esetben. Volt már olyan is, hogy igen, sütöttem. Az attól függ, hogy a családnak mennyi kell. Hogyha többen vagyunk, akkor persze megsütöm, de ha kevesebben, akkor inkább megveszem. Én sütni szoktam, nem szoktam számolni, mert előre vásárolok mindig. Úgyhogy nem pont karácsonyra veszem meg, hanem már augusztusban, vagy mit tudom én, amikor máknak a szezonja is van, és akkor már előre vásárolok mindig. Van akció, ez a kicsi, onnan szoktam venni vasárnap, pont mikor kimegyek, és az nekem bőven elég. A szolnoki rendőrök őrizetbe vettek két helyi férfit, akik a gyanú szerint alvósértetteket fosztottak ki. A bíróság elrendelte retartóztatásukat. A rendelkezésre álló adatok szerint három vidéki férfi ittas állapotban lefeküdt aludni egy szolnoki pénzintézet előterébe. Ezt észlelte az arra járó két helyi, akik közül az egyik bement az előtérbe, átkutatta az alvó sértett zsebeit, melyből pénztárcát vett magához, a másik alvó mellől pedig szintén tárcát és egy mobiltelefont vett el. A pénztárcában talált bankkártyával ezt követően bűntársa 6 alkalommal, míg egy harmadik társuk, akik időközben csatlakozott a pároshoz, egy alkalommal vásárolt kisebb értékben. A szolnoki nyomozók elemezték a pénzintézet biztonsági kameráinak felvételeit, mely rögzítette a bűncselekmény elkövetését. Személyismeretüknek köszönhetően azonosították a felvételen található feltételezett elkövetőket. A 26 és 28 éves szolnoki férfiakat az egyenruhások elfogták és előállítottak a rendőrkapitányságra, ahol a nyomozók egy rendbeli információs rendszer felhasználásával elkövetett csalásbüntet és két rendbeli kifosztásbüntet megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki őket. Őrizetbe vételüket követően a két terhelt letartóztatását a bíróság 30 napra elrendelte, míg harmadik társuk szabadlábon videkezhet. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!